Sajnos a korábbi fogászati és paradontológiai kalandjaim folytatódtak, amit némi szemészeti komplikáció is bonyolít, de remélhetőleg a nehezén már túl vagyok, úgyhogy a kényszer pihenő után egy régi ígéretemet pótolva most a gyerekeknek gyártott horror rajzfilmes sorozat fél epizódja érkezik amíg a sorozat rendes részei egy-egy egész estés rajzfilmet, illetve sorozatot ajánlanak, addig ez a videó olyan címekből válogat, amelyek túlnyomó rész gyermekbarátok, de van bennük egy-két nem kicsit félelmetes jelenet, ami bizonyos szempontból talán még rosszabb is, mint az első csoport, mert hamis biztonságérzet beringatja a szülőket és a gyerekeket. Mert a notre dame toronyőr vagy a fekete üst esetében például az alapmű is olyan brutális, hogy ott remélhetőleg nem sokakat ér meglepetés, míg Bambi anyjának halála a habos-babos kerítés fényében még sokkolóbb. Természetesen mindenki más tart félelmetesnek. Én gyerekként például néztem a Cartoon Network című mesecsatornát, amely azonban csak napközben sugárzott, helyét este a TCM csatorna vette át. Így láthattam az 1985-ben megjelent az Élő Halottak Visszatérnek című filmet, amitől kicsi kiakadtam, például amikor a félbevágott kutya életre kelt. Pedig ez nem is egy horrorfilm, hanem egy horror vígjáték, míg mások az ember a nap mögöttet és kannibál holokausztot esznek reggelire. De nem szabad elfelejteni, hogy a következő alkotásoknál a célközönség jellemzően 12 év alatti. Mielőtt rátérek a videó témájára, két kikötést kell tegyek. Egy. A korábbi mozgóképekről szóló videóim ajánlók, ahol elsősorban az adott cím stílusát, a bennem keltett érzetet igyekeztem átadni, de értelemszerűen ebben az esetben konkrét jelenetekről lesz szó, bár a YouTube irányelvei miatt csak néhány másodperces bevágások lesznek. Természetesen az említett címek akkor ütnek igazán, ha ezt egy kisgyerek a vásznon, Dolby 5.1 Sound-ban kapja a moziteremben, és főleg nem számít rá. Értelemszerűen ebben a részben kicsit ijesztő dolgokat fogok mutatni, de azért nem lesz semmi igazán sokkoló. Azokkal a rendes részek foglalkoznak. A legdurvább is csak olyan lesz, mint amikor a Shrek spin-off csizmás a Kandor című rajzfilm második részében a cím szereplő egy legyőzhetetlen ellenféllel kerül szembe. Te nem is fejvadász vagy, hanem a halál. Nyugalom, ebből a filmből is a félelmetesen fájdalmas jelenetet nem mutatom. 2. Kizárólag maximum 12-es karikás, általában még ennél is kisebb, kifejezetten kisgyerekeknek készült rajzfilmekről lesz szó, és azok közül is csak úgymond a professzionálisakról amelyeket moziban vagy a tévében vetítettek, illetve előfizetéses online tartalomszolgáltatók, például a Netflix kínálta, tehát például az amatőr YouTube videók kiesnek. Egy brit csapat például 2011-ben megalkotta a ölej meg Félek című sorozatot a YouTube-on, amely olyan sikeressé vált, hogy 2022 végén megjelent a tévében is vetített folytatása. A Don't Hug Me, I'm Scared első látásra egy kisgyerekeknek szóló oktatósorozat, de valójában az ártatlannak induló részek minden esetben horrorba fordulnak. A hatodik részben például a három főszereplő az elektromosságról tanul egy kis dalban. What about this boring breadboard? Ez egy remek sorozat, és az eredetit is az angolul tudóknak feltétlenül ajánlom, de kizárólag felnőtteknek szól. Hasonlóképpen kizárólag nyugati rajzfilmekről lesz szó. Japánban például nem kicsit mások a társadalmi elvárások és szabályok. És végül még annyit, hogy ez eredetileg egy lényegesen hosszabb videó volt, de igyekeztem a kevésbé izgalmas részeket kivágni. Ez a videó gyakorlatilag állhatna kizárólag bevágott jelenetekből, például nem tudom, Futuráma a nyolcadik évad negyedik rész. A félősek most csukják be a szemüket. Nyugalom, Simurral nem lesz szó, nekem is van szívem. A lényeg, hogy a jelenetek között némi töltelék azért maradt, hogy két-sok között legyen némi idő a megnyugvásra, most viszont jöjjön a lényeg. Ja nem, még egy dolog. Csak olyan mesékről lesz szó, amelyek nem kaptak vagy nem fognak kapni egy teljes epizódot a normál sorozatban, szóval semmi bátor a gyáva kutya vagy nyomi szerencsétlen utazásai. Do, as I do. Köszöntök minden érdeklődőt a rajzfilmes horror jelenetek videóban, amelyet a legkisebbeknek szóló Pinguval kezdek. Az eredetileg 1990 és 2000 között futó Pingu sorozat egy gyurma stop-motion pingvin családról, mindenek előtt az ifjú pinguról szól, aki szüleivel és hugával él az Antartiszon a mindössze 5 perces epizódokból álló sorozat a néhány éveseket célozza. A sorozat egyik nagy erőssége, hogy nincsenek benne dialógusok. Mindenki pingvinül beszél, aminek jellegzetes eleme a főszereplő dudálásszerű kiáltása. A pingu kifejezetten földhöz ragadt, hétköznapi témákról szól. A kicsit csintalan, de aranyos pingvin gyerekek elmennek horgászni, de szóba kerül a főzés vagy az úszás is. Nincsenek szuper képességek, sőt, hagyományos rossz fiúk sem. Pingunak többnyire csak a saját csintalanságával, nagy képűségével kell megküzdenie. Persze komolyabb dolgok nem is nagyon lehetnének, hiszen a nagyon rövid játékidő mellett a beszéd teljes hiánya ezt nem teszi lehetővé, de azért így is sikerült bekerülnie e videóba. Az első évad 21. részének címe: Pingu álma. Ebben az epizódban Pingu elalszik, és azt álmodja, hogy az ágya életre kell, és lóként parádézik. Semmi különös. Az epizód felénél ugyan a háttérben néhány másodpercre feltűnik egy váratlan látogató, de másfél perccel a vége előtt vált a mese álomról, rémálomra. <coughs> Technikailag nem történik semmi sokkoló. Egyszerűen feltűnik egy óriási rozmár, de különösen sokkoló, hogy az ember egy ilyen békés rajzfilmben erre egyáltalán nem számít. A legrosszabb pingú reakciója, bár az ágyló is betoik, ráadásul a rozmár nem egyszerűen ijesztő, hanem nevet, majd elkezdi megenni az ágyat. A néhány évesek jogosan kaptak sokkot, és kicsit sem hatotta meg őket, hogy az a természetben nem fordul elő, ugyanis a két állat szó szerint a bolygó két legtávolabbi pontjánél ezt az epizódot az Egyesült Királyságban gyakorlatilag betiltották, és sokan két évtized után is emlékeznek a gyerekkori traumákat okozó rozmára. <Színt> <Színt> Ennek egyébként egy durvább változata a finn eredetű muminok gyerekmese, Grok nevű lénye. Ha? Ez azonban egy finn, holland és japán koprodukció, ezért nem szerepel a listán. A következő ismét egy sorozat, a Cuphead Magmen, magyar címén Csészefej és Bögre Arc, ami ismét igényel némi magyarázatot. A videójátékfejlesztők besorolhatók két fő kategóriába vannak a hatalmas, több ezer főt foglalkoztató óriás vállalatok, akik tripla-ásnak nevezett játékokat készítenek, ilyenek például a Call of Duty, az Assassin's Creed és FIFA játékok. Az ilyen, akár több 10 milliárd forintból készülő játékok hatalmas befektetések. A cél nem egy jó játék, hanem a magas profit elérése, ezért ezek általában egy kaptafára készülnek. Egy-egy sorozat ma már nem ritkán tucatnyi, közel azonos játékot tartalmaz. Emellett azonban léteznek kisebb, független, angol nevükön indiátékfejlesztők játékfejlesztők is. Ők csupán néhány, vagy akár egyetlen egy embert foglalkoztatnak, és nagyon ritkán érnek el hatalmas profitot. Viszont mivel a fejlesztés költségei sokkal kisebb, képesek és hajlandók kockáztatni. Erre persze szükségük is van, hiszen a játékóriások grafikájával nem képesek versenyezni, ráadásul, mivel még egy játék kategórián belül is általában rendkívül nagy számú konkurens termék érhető el, igyekeznek valami mással kitűnni. A stúdió MD nevű kis csapatnak az volt az ötlete, hogy egy oldalnézetű lövöldözős játékot csinálnak két csavarral. Az egyik a rendkívüli precizitás igénye, de a másik számunkra érdekesebb ötlet, hogy a játék az 1930-as évek amerikai rajzfilmjeinek stílusában készült, mint a Disney első Mickey Egér rajzfilmjei. Akinek van rá ideje, és tud angolul, ha más nem, érdemes megnéznie a GDC játékfejlesztői fórumának releváns részét, ahol az alkotók bemutatták, hogyan készül az animáció. Jellemző, hogy az eredeti kicseket, szó szerint papírra rajzolták. A lényeg, hogy a 2017-ben megjelent Cuphead, azaz Csészefej című játék rendkívül részletes, 1930-as évek rajzfilmének stílusában készült és sikeres lett. Olyannyira, hogy Csészefej és Bögre arc néven több évazos sorozat is készült belőle. E sorozat gyakorlatilag egy Tom és Jerry stílusú slapstick comedy. A humor az eltúlzott, sokkoló jelenetek gyors egymás utánjából fakad, nem a dialógusokból, ami nem meglepő, mivel a rajzfilm egy számítógépes játékra épít, aminek nem volt koherens története, csak különböző színes ellenségek gyors egymás utánja. A csészefej és bögre arc két gondtalan, bugyuta kisfiúról szól, akik mások mellett véletlen összetűzésbe keverednek a komikus amorózus ördöggel is, de alapvetően jogos a hazájában 7 éven felülieknek ajánlott korhatárbesorolás. Kivételek azért akadnak. Az első évad hatodik részében például egy esti horrorfilm vetítés után a kerámia testvérpár egy temetőn keresztül megy haza, hogy bizonyítsák a bátorságukat. Az utazás közben azonban lemegy a nap, a temető kapui pedig éjszakára bezárulnak, így a két gyerkőc csapdában ragad néhány unatkozó szellem társaságában, akik megtréfálják őket. Ez az epizód ügyesen van felépítve. Csészefej és bögrearc fokozatosan egyre jobban fél, egymást követik a sokkoló és humoros részek, és még az elefánt eredetileg rózsaszín elefántok a parádi utalás is belefért a Dumbo című rajzfilmből, nem is beszélve az 1929-es a csontvásztánc omásról. Egy gyors mauzóleumi forduló után a páros a domtetőn álló roskatak házba menekül, ahol ajtókat nyitogatva keresik a kiáratot, de csak további borzalmakat találnak. Mindenek előtt ezt. <coughs> A történet végén a páros persze épségben hazatér, és a temetői kirándulás izgalmas kalandá halványul, az ezt néző gyerekek pedig reménykednek, hogy nem ez volt a lefekvés előtti mese. Ez engem egyébként egy kicsit a 2020-as a Bagolyház című sorozat introjára emlékeztet, ahol a kis boszorkánylány repül a fantázia világban, aztán Miért? Csak. Gondolom, mert a készítők megtehették. Az eddigiekben elsősorban a hirtelen előbukkanó, sokkoló kép volt a horroroka, angol nevén a jumpscare, a következő, technikailag következő két színviszont viszont a pszichológiai horror kategóriájába tartozik. Ez az az aspektus, amelyet a potenciális nézők életkoruk miatt talán észre sem vesznek, Például, amikor a Disney klasszikus Pán Péterben a sellők nevetgélve megpróbálják meggyilkolni az egyik főszereplőt, Vendit. A szovjet rajzfilmekből nem akartam mazsolázni, mert a japánokhoz hasonlóan az egy teljesen más kultúra egy másik korból, Gyakorlatilag a kommunista blogban néhány tüntérmesét leszámítva minden rajzfilm absztrakt, nem ritkán félelmetes, tudományos, fantasztikus, rövidfilm volt. Telepatikus képességű harckocsi, ami a félelemre vadászik? 1977-es Polygon. Pszichedelikus túra egy idegen bolygón mesztelenséggel? Lecke, egy évtizeddel későbbről. Ezt még sokáig lehetne folytatni, de a prémet talán az amerikai tudományos fantasztikus regényíró Ray Bradbury novellája viszi, amelyet egy üzbék dolgozott fel, jó a Szovjetunióban, természetesen horrorfilmé változtatva az eleve nem éppen vidám mesét, amely egy robotról szól, amely az atomháború után is ugyanúgy végzi a feladatát, függetlenül attól, hogy az emberiségnek, amelyet kiszolgál, már régen vége. Most azonban nem a magyarul nagyjából lágyeső várható című alkotásról akartam beszélni, hiszen ez nem gyerekmese, hanem az 1998-as Scooby-Doo a zombik szigetéről. Értelemszerűen ismét spoiler következik. Azt gondolom, a scooby doo nem sok embernek kell bemutassam, lévén ez a világ egyik, hanem a legtöbb folytatást, sorozatot, filmet és minden egyebet megélt rajzfilm franchise -a. A korai sorozatok mindegyike azonos formulát követett. Négy fiatal és egy kutya a címszereplő Kubidú rejtélyek nyomát kutatta. A csapat minden részben új helyszínen kerül szembe egy rettenetes szörnyel, ami jól megkergeti őket, de a végén leküzdik a félelmüket, csapdát állítanak és elkapják a szörnyet. Amiről kiderül, hogy valójában egy ember áll a természet feletti rettenet mögött. A Scooby-Doo első ránézésre egy nyomozós történetnek látszik, csak gyerekeknek. Ez azonban csalóka. Valójában a mese ebből a szempontból katasztrofálisan rossz. A csavar gyakran a semmiből jön. Ha valaki olyan nyomozós történetet szeretne, ahol a gyerekének van esélye kitalálni, hogy ki volt a rossz fiú, annak inkább az ezredfordulós Miss Malard nyomozt tudnám ajánlani. Az eredeti Scooby-Doo a történet helyett a karakterekre és a helyzet komikumokra koncentrált, és a szörnyek ellenére ritkán volt igazán ijesztő. Már csak azért is, mert minden epizódnak ugyanaz volt a vége. Nem számít, hogy szellem, vérfarkas vagy ürlény, a végén mindig kiderült, hogy csak egy sima ember áll a dolgok mögött. A ma már több mint fél évszázada a futó franchise-nak majdnem 30 évig tartott, mire kapott egy rajzolt nagyjátékfilmet, Scooby-Doo a Zombik szigetén címmel. A sorozat eredetileg az 1970-es, 80-as években volt népszerű, de amikor az 1990-es években a Cartoon Network újra leadta a régi részeket, az annyira tetszett az akkori fiataloknak, hogy megszületett az első új Scooby-Doo. Ebben a csapat egy év kihagyás után újra összeáll, hogy egy élőholt kalózok által sújtott szigeten nyomozzon. A történet a videó szempontjából nem lényeges, csak a következő jelenet. Ez a film egyébként ismét kiemeli, hogy bár a csapat az évek során számos úgymond szörnyet kapott el, de valójában, amikor levették a fejüket, mindegyikről kiderült, hogy csak emberek ruhában amikor ezért a csapat sikeresen elkap egy zombi kalózt, itt is leveszik a fejét. A Scooby-Doo a zombik szigeténben az a csavar, hogy a zombik valódi élőholtak, akiket mágiával élesztettek fel. Amikor először láttam ezt a filmet, meg kell, hogy mondjam, nem tetszett. Úgy éreztem, hogy olyan, mint a Fallout 4 oszvaldja. Egy hosszú ideje futó, viszonylag egységes világban egyszer csak kitalálják, hogy ja, amúgy mégiscsak létezik a mágia, ami egy rövid távú előnyért cserébe feláldozza az egész világ integritását. Mint ahogy a Verdák című franchise Cars on the Road című minősorozatának harmadik részében a másodlagos főszereplő Matuka minden további nélkül meghal aztán persze visszatér, de így is bizonyított, hogy a történetben a halál, bocsánat, a sebességdémona egy létező, élő figura. Utólag visszatekintve azonban a Scooby-Doo film nem olyan rossz. Ahogy említettem a sorozatban, 30 éven át azt csújkolták, hogy soha egyetlen alkalommal sem voltak valódi szörnyek, hiszen szörnyek nem léteznek. Ezek után csak úgy lehetett újat mutatni, ha kiderül, hogy egy szörny mégis valódi. A 90-es évek végén ez bizonyára sok gyereknek meghökkentő lehetett, arról nem is beszélve, hogy ez még az internet előtti korszak volt. A zombik szigete ráadásul meglepően sötét. A fejletépés mellett a zombik a végén elporladnak, és a film másik csavarja kifejezetten ötletes, arról nem is beszélve, hogy később a sorozat milyen mélyre süllyedt. De sajnos később a mágia tényleg létezik csavart is elhasználták, például a hatalmas pénzügyi bukásnak számító 2020-as Scooby-Doo című rajzfilmben, ami pedig a sorozat első moziban bemutatott egész estés Scooby-Doo rajzfilmje volt. A következő cím az 1987-es A Bátor Kis Kenyérpirító, amely Magyarországon jóformán ismeretlen hazájában az amerikai Egyesült Államokban viszont komoly népszerűségnek örvendett. Jellemző, hogy a jogokat felvásárolta a Disney, és magán a rajzfilmen többek között a Pixar későbbi alapító tagjai is dolgoztak. A rajzfilm a 7 évvel korábbi azonos nevű mesekönyvön alapul. A bátor kis kenyérpirító antropomorfikus használati tárgyakról szól. A főszereplő egy kenyérpirító, de a csapattagja egy ágymelegítő, egy asztali lámpa, egy rádió és egy porszívó is, a többiekről nem is beszélve. Maga az alaptörténet itt is egyszerű. Az említett eszközöket a nyaralóban hagyták, ezért több évnyi várakozás után egy nap felkerekednek, hogy visszatérjenek imádott gazdájukhoz, egy kisfiúhoz. Nem mondom, hogy a Toy Story innen származik, de nem egy jelen felbukkan a későbbi Pixar első animációs filmjében. A bátor kis kenyérpirító szereplői aranyosak, és a mese érezhetően a fiatalabb nézőket célozza, de azért van benne egy-két érdekes jelenet, amelyek időről időre megszakítják a gyermeki idilt. Ezek közül most hármat emelnék ki. Az első nem annyira félelmetes, inkább meglepő. A kis csapat útja során egy vízesés felett kell át, úgy, hogy Szippancs, a mogorva porszívó kifeszíti a vezetékét, a többiek pedig azon átmásznak. De Pirító a cím címszereplő megcsúszik, és mindenki a mélybe zuhan, kivéve Szippancsot. A sokkot növeli, hogy a porszívó hirtelen egyedül marad. Úgy tűnik, minden barátja meghalt, amit kiemel a kamera, amely elkezd távolodni éreztetve, hogy Szippancs magára maradt. A YouTube szabályai miatt ebből csak pár másodpercet tudtam mutatni, de a jelenet folytatódik, és aztán persze minden jóra fordul. Kicsit furcsa is lenne, ha egy gyerekmese főszereplője a történet felénél hirtelen mind meghalnának, ezért tovább is lépek. A második érdekes jelenet gyakorlatilag a holokauszt röviden kisgyermekeknek. A csapat egy roncs telepre keveredik, ahol egy nagy gép autókat zúz be, akik ebben a világban ugye gondolkodó, érző lények. Az autók egy része a múltra emlékszik, néhányan pedig a gyilkosságok láttán pánikba esnek, de a többség elfogadja a kivégzést és nézik, ahogy a társaikat, a barátaikat, majd ő magukat is megsemmisítik. Az egésznek morbid csavartad az, hogy a jelenet egy fülbemászó dal része. Ez azonban szintén inkább csak a szülőknek szúrhat szemet, de nem ezért a két jelenetért szerepel a film a videóban, hanem a harmadik miatt. Az egyik éjszaka, Pirító a régi szép időkre emlékezik, amikor gazdájának, a kisfiúnak készített egy pirítóst, amikor az álom rémálomba fordul. A kis kenyérpirító elkezd füstölni, ami egy hatalmas kézzé áll össze, megragadva a fiút. A füst a kenyérpirítóra nem veszélyes, az imádott gazdára viszont annál inkább szó szerint elragadja a kisfiút. Az igazán durva rész viszont csak ekkor kezdődik, mert ahogy a füstből tűz lesz, megérkezik a tűzoltó, ami viszont már halálos az elektromos kenyérpirítóra. Maga a jelenet technikai oldalról Ötletes, ahogy a víz üldözőbe veszi pirítót, majd villákká alakul, ami az elektromos szerkezet számára éppen olyan halálos, mint amikor később a vízzel telik át fölött kapaszkodik, de a legtöbb kisgyerek a moziban valószínűleg nem a brilliáns szimbolikáról diskurált, hanem a főszereplőhöz hasonlóan sokkot kaptak a borzasztó tűzoltó bohóctól. Ismét ez egy rendes moziban bemutatott egész estés rajzfilm volt, amire a nem tudom én öt éves gyerek a szüleivel azért ült be, hogy az oronyos kis kenyérpirítót lássa. Az egy dolog, amikor a Disney Tarzanban egy pillanatra látszik a felakasztott Clayton árnyéka, de itt premier plánban érkezik a szörnyűség. Az egyik személyes kedvencemet a végére hagytam, ami viszont ismét igényel némi előismeretet. Wilbert Ware Eldry közvetlenül a második világháború után 1945-ben kiadta a Vasút sorozatának első darabját, amelyet a legtöbben Thomas a Gözmozdony néven ismernek. Avdri, majd halála után a fia összesen több mint 40 Thomas könyvet írt, és e világ idővel komplett franchise-zá vált. A nagyszámú fősorozat mellett számos további könyv és egyéb alkotás született, amelyek közül valószínűleg a legtöbben a Thomas a Gözmozdony című kisgyermekeknek készült tévésorozatot ismerik. Az antropomorfikus mozdonyok életéről szóló sorozat különlegességét az adta, hogy nem tradicionális rajzolással készültek, hanem maketteket és modelleket használtak. A szereplők kis távirányítású mozdonyok voltak, a frontrészen fix arccal, de mozgatható szemekkel, ami jellegzetes látványvilágot kölcsönzött a sorozatnak. A Thomas a gőzmozdony mesét azt gondolom sokan ismerik. A sorozat alapvetően kisgyermekeknek készült, egyrészt tipikus oktatómeseként, másrészt a vasút és a vasút modellezés reklámozására, ezért nem sok félelmetes dolog van benne. Furcsaságok azért akadnak, például az alkotó gyűlölte a dízelmozdonyokat, amelyek kiszorították a régi gőzmozdonyokat, ami a TV sorozatba is bekerült, a könyvekben pedig ez még erősebben ki van domborítva, de alapvetően ez tényleg kisgyerekeknek készült. A sorozat egyedi látványvilágát egy kis, profi modellező csapat alkotta meg. Ők fektették le az alapokat, de csak a legelső 1984-es évadot csinálták. A Thomas a gőzmozdony egészen 2011-ig futott, és a nézők ezután sem maradtak Thomas nélkül, csak a modellek helyét 3 d animáció vette át. A Thomas a gőzmozdony tévémese elképesztően sikeressé vált, egész generációk nőttek fel rajta, és persze ami sikeres, azt rögtön másolják is. Az antropomorfikus gépjárművekről szóló mesékből ma már Dunát lehetne rekeszteni. Ezek persze már mind digitálisak, de korábban készültek az eredetihez hasonló, modellekkel megoldott sorozatok is. Az egyik első az 1993-as kanadai Theodore Tagbot volt, ami a címszereplő vontató hajó kalandjairól szól, utalva egy korábbi rajzolt mesére. A Theodor a vontatóhajó gyakorlatilag Tomás a gőzmozdony csak a vízben. A mozdonyok a hajó, a vasútállomás a kikötő, és így tovább. Mindezt csak azért mondtam el, hogy bevezessek egy új, még korábbi sorozatot, amely egyszerűen a TAGS, azaz vontatóhajó nevet kapta. A TAGS-ot ugyanaz a csapat készítette, akik a Tomás a gőzmozdony első évadát, akik utána felálltak és megcsinálták a saját sorozatukat. A tagsot 1989-ben mutatták be, de a megrendelő csatornán csak egyetlen egy alkalommal vetítették, mindössze kettő hónapig. A sorozat egyes modelljeit később felhasználták a Tomás a Gőzmozdonyban, míg az alkotó Robert Daniel Cardona ezt követően a már említett Theodore Tagbotot készítette. Első látásra a tags, a Theodore Tagbot korábbi verziója, de a videó szempontjából fontosabb, hogy sokkal sötétebb. A thugs kiejtése egyébként majdnem megegyezik a thugs, a gangsterek szóval. Ennek amúgy nincsen semmi köze a sorozathoz, csak humorosnak találom. E sorozatban nem egy félelmetes jelenet van például, amikor a csapat szellemeket lát, de a palmát a munitions, azaz lőszerek című rész viszi. A tolóhajó csapat általában hétköznapi feladatokat teljesít a kikötőben, de időről időre haditengerészeti hajókat is ki kell szolgálni, ami rendkívül veszélyes, mivel egyszerre vesznek fel gyúlékony üzemanyagot és robbanékony lőszert. Ahogy a főszereplő és a rivális tolóhajó társaság járművei megkezdik a rakodást, minden egyre bajósabbá válik. Persze csak azért, mert halálos rakományt vontattak, még nem marad el a sorozatban szokásos súrlódás és vitatkozás a hajók között, amit a mitugrász haditengerészeti tolóhajó Blue Nose folyamatos parancsolgatása is fokoz. Nem megyek végig pontról pontra a részen, a lényeg, hogy a katonahajó hibájából bekövetkezik a baleset, amitől mindenki tartott. Egy ütközéstől kigyullad az üzemanyag, mellette a rengeteg lőszerrel. Az ezt követő képsorok önmagukért beszélnek. Oh no, Big Mickey's is going up. Over, everyone. It's going over. Lángba borul a fél, kikötő robbanások világítják meg az éjszaka sötétjét, Nagy Miki a daru szörnyet hal, a tolóajók pedig tehetetlenül nézik, ahogy a tűz tova terjed. Az egész jelenet rendkívül sötét, olyan, mint egy felnőtteknek gyártott háborús dráma, ráadásul a tags egy miniatűrökkel gyártott sorozat, nem rajzolt vagy animált. Itt minden igazi, minden robbanás, minden láng valódi. A rész közepén megérkeznek a tűzoltó hajók és idővel eloltják a kikötőt, a főszereplő kisfiú viszont, hogy megmentse a többieket, a saját életét feláldozva kitolja a lángoló üzemanyagtartály tartalmazó bárkát a nyílt vízre. Nem csinálnak nagy dolgot a dologból. Tencent egyszerűen tudja, hogy valakinek meg kell csinálni a dolgot, még ha bele is fog halni, ezért elköszön a többiektől, és már megy is. Tiszta Csernobili likvidátorok az epizód végén elsüllyed a nagy katonai hajó, amiben rakották a lőszert és az üzemanyagot, aki ebben a világban ugye szintén egy élőlény, és a halálát igazi tragédiaként állítják be. Ezen a ponton kapta kézbe a készítők, hogy Hoppá, egy gyerekmesét csinálnak, nem háborús horrorfilmet, és a pusztítás képeivel azért mégse zárhatják le a sztorit, ezért kiderül, hogy Tencent túlélte, és kis és utána végére bígyeztették, hogy ja igen, az ember okozta tűz, rossz. A tax bemutatott részében nincsenek előugró szörnyek, bajszát pödrő főgonosz, sem szuperfegyverek, fegyverek, ráadásul a sorozat még a modern CGI előtt született, így a nézők nem voltak hozzászokva az ilyen méretű robbanásokhoz és pusztításhoz. Főleg nem egy kisgyerekeknek gyártott mesében. A dolgot még lehetne ragoszni, de valahol el kellett vágnom a videót. Ez persze csak egy rövid válogatás volt néhány rajzfilm közül, amelyeket én annó láttam. Értelemszerűen ez a lista a végtelenségig folytatható. Az oroszlán király temetős részétől Dexter laboratóriumának szemműtétjéig. A macsebb harmadik évadának Teeth című részét például csak azért nem mutattam, mert csak az elmúlt egy évben több mint egy tucat alkalommal jártam több fogorvosnál, és még közel sincs vége, ezért személyesen szíven ütött ez az epizód, míg a guztustalan ráközelítő spongyabob jelenetek egymagukban megtöltenének egy egész videót, de valahol le kell -e zárnom a videót. Aki Dan Bluthra, vagy Pendleton Wardra vágyik, az kénytelen lesz kivárni a sorozat normál részeit, most viszont azzal köszönöm meg a figyelmet, hogy remélhetőleg lassan minden visszatér a rendes kerékvágásba. Uh, what? what? the, ha! Baloney! Not the but some kids playing a dumb prank! Man, this whole time they were just regular girls. So, y'all are bald. Good job. I'm still calling the cops. Creepy. Creepy.